Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik itt jelen vannak, velünk együtt ünnepelnek, vagy akik a médián keresztül kapcsolódnak be a mai szentmise ünneplésébe. Ezt a szentmisét a kedves testvérekért ajánlom fel. Visszatértünk az évközi időszakunkban, és ahogyan hallottuk múlt vasárnap az evangéliumban, elkezdődik Jézusnak a nyilvános működése. Ebben az időszakban arra hív minket Jézus, kövessük az ő életét, kövessük a tanításait, tartsuk meg azokat a tanításokat, amiket kért tőlünk. És hogyan felhangzott múlt vasárnap az evangéliumban, ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, így tudunk mi is Istennek kedves gyermekei lenni. És ahhoz, hogy kedves gyermekei tudjunk lenni, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te kormányzod a mennyet és a földet. Hallgass meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten, mindörökkön örökké. Amen. Olvasd meg! Szolgám vagy Izrael, benned fogok megdicsőülni. Az Úr mondja ezt, aki már anyám méhétől fogva szolgájóvá tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréjük gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm. És mondotta, kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, s visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává tesztek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Pál Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket és mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak a nevét. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből.
Abban az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én azt mondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét. Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem, akire látod, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, íme az, aki áldozatot hoz értünk. Ha visszagondolunk a múlt vasárnapi evangéliumra, amikor Urunk megkeresztelkedését ünnepeltük, valami hasonló evangéliumi részletet hallottunk. Jézus elmegy keresztelő Szent Jánoshoz, a többi emberhez hasonlóan maga is meg akar keresztelkedni a Jordán vizében, vagy szolidaritást akar vállalni velünk. És ma is ugyanezt a történetet hallottuk. Akkor Szent Máté evangélista Jézus szemszögéből szeretné bemutatni nekünk ezt az eseményt, a mai evangélium pedig keresztelő Szent János szemszögéből mutatja be ugyanezt. Keresztelő Szent János kétszer is hangsúlyozza, nem ismerem őt. Ő sem ismeri Jézust, személyes tapasztalatai nem voltak a születése után. Azonban mégis felismeri benne a bárányt, akiről az Ószövetség beszél. Hallottuk az olvasmányban Izaiás prófétának, a szenvedő szolgáról, az eljövendő messiásról szóló proféciáját. A zsidó közgondolkodásban azt tanítja, hogy a messiás minden nép, minden ember megváltója lesz. Az üdvösségnek az ígérete mindenkinek szól, nem csak Izrael fiainak. Ezt hallottuk, kevés az, hogy felemelt Jákob törzseit és visszatérít Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez a jövendőlés Jézus Krisztusban teljesedik be, az ő megváltó művében jelenik meg. És a mai evangéliumban erről tesz tanúságot keresztelő Szent János. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. És miért fontos, hogy keresztelő Szent János rámutasson Jézusra? Azok az emberek, akik ott voltak a Jordán folyónál, tudták, hogy az ősbűn a saját vétkeik miatt reménytelen helyzetbe kerültek, melyből már nem tudnak kiszabadulni. És ezért az egész emberiség várta a megváltót, várta a szabadítót, akire rámutat keresztelő Szent János. Nem ismerem őt hangsúlyozza, de az isteni sugallatra mutatta be hallgatóinak így, és mutatja be nekünk is, íme az Isten báránya. És később az evangélisták is ezt ismerik fel, amikor Jézus ott van Pilátus előtt.
Illik rá Izaiásnak a kijelentése az áldozati bárányról, mely a nyírója előtt nem szólal meg, nem nyitja ki ajkát, nem szól semmit. És keresztelő Jánosnak is szüksége volt a léleknek a vezetésére, hogy felismerje Jézusban az Isten fiát, aki beáll az alázatosak közé, és így magára veszi a világ bűneit. És minden szentmisében ez a mondat jelenik meg. Az áldozás előtt felmutatjuk az oltári szentséget, felmutatjuk az átváltoztatott ostját, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. És Jézus ezzel egy életformát kínál nekünk, követőinek is hasonló sorsot szán. Ő mondja, nincsen nagyobb szeretete senkinek annál, aki életét áldozza barátaiért, aki tud áldozatot hozni másokért, másért. És mi is, akik Krisztus követői vagyunk, nekünk is áldozatot kell tudnunk vállalni. A közösségért áldozatot hozó hívő a keresztény közösségben igen értékes embernek számít. Sőt, amikor vannak nagyobb célok, amiket kitűzünk, áldozatok nélkül nem lehet megtenni. A kereszténység legnagyobb célja az Isten országának megvalósítása, csak életáldozatok árán történhet. Az, hogy egy közösség tudjon működni, önfeláldozó emberekre van szükség. És számomra olyan jó megtapasztalni itt Szekszárdon, hogy annyian mernek áldozatot hozni. Tudnak áldozatot hozni a közösségért, tudnak azért hozni, hogy fennmaradjunk, hogy tudjunk tovább működni. Gondoljunk csak karácsony előtti hálaadó szentmisére, amikor Tamás atya megköszönte mindenkinek a szolgálatát. És hogyha tudunk áldozatot hozni, ha megtapasztaljuk azt, hogy valaki hoz értünk áldozatot, az ösztönző jellegű számunkra. De nem csak az egyházi közösségben kell tudnunk áldozatot hozni, hanem a férjnek és a feleségnek egymásért, a házasságukért, de ugyanígy a családokban, a munkahelyen is kell tudnunk áldozatot hozni. Akkor is, hogyha van ellenvélemény, amikor leértékelik az áldozatunkat, amikor szükségtelennek tartják. Mert vannak, akik úgy gondolják, felesleges áldozatot hozni a másikért, úgysem térül meg, úgysem térül változás az életében. Ilyenkor szeretnek a saját kényelmük mögé behúzódni. Ha nem tartom fontosnak az áldozatot, akkor nem is kell tudnom meghozni. És milyen jó, hogy megtapasztaljuk, hogy vannak, akik Krisztus követéseként tudnak áldozatokat hozni, hogy nem csak beszélnek róla, hanem tesznek is érte. Mert tudják, hogy a boldogságot, a szépséget csak áldozatok árán lehet elérni. Jézus áldozattává értünk, így mi is csak áldozatok árán vagyunk képesek képviselni őt. Ha tudunk meghatározni, körülírni egy célt, és szeretnénk azt megtenni, fontosnak tartjuk, akkor a megvalósítása érdekében mindent megteszünk, de nem egyedül kell tudnunk megtenni, hanem mindig ott van az Istennek a kegyelme, aki képessé tesz bennünket, hogy az áldozatot meg tudjuk hozni. Amen. Testvéreim, valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kin halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül a mindennek jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, akit az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mennyei Atyához, aki Jézus Krisztust a nemzetek világosságává tette. Hogy egyház Krisztus világosságát terjessze a Földön. Hogy Krisztus tanítványai a hit fényében éljenek és dolgozzanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a népek vezetői tiszteletben tartsák Isten törvényeit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Jézusban mindenki felismerje az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minden keresztény egymásra találjon Szent Fiad oltára körül. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a háború véget érjen, és béke legyen a földön. Kérünk, őrizd és óvd az ártatlanokat és minket is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Öntsünk hitet és felelősséget fiataljaink és minisztránsaik szívébe, hogy meghallják hívásodat a szólítod őket, s örömmel mondjanak arra igent. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, add kegyelmedet, hogy földi életünkben hűségesen kövessük Krisztust, a világ világosságát, és általa eljussunk hozzád üdvösségünk forrásához, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt, a Te képmásodra formáltad az embert, sőt hatalmába adtad mindazt, amit a világban álmulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon Téged, Krisztus, ami Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít Téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek és szívből egymással. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy
Könyörögjünk. Istenünk, ára szívünkbe szeretetet szent lelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze, Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetjük a kedves testvéreknek, köszönjük a múlt hétvégi újvárosi szentségimádás alkalmával végzett áldozatos szolgálatokat. Január 16-án, vagyis a holnapi napon a 17.30-as szentmise nem lesz megtartva, mert ökumenikus istentisztelet lesz itt a belvárosi templomban 17 órától. Ökumenikus imahét lesz január 16 és 20 között itt Szekszárdon, minden nap 17 órakor kezdődik. A hirdető táblán megtalálható, hogy melyik nap melyik templomban, és ki fog szolgálni az adott napon. A Szent Rita katolikus óvoda szeretettel várja a lendő óvodásokat és szüleiket a január 17-én, kedden, 16 órától kezdődő téli ovi csalogatójára. A Csíksomlyóra tervezett boldogasszony zarándokvonattal, akik 2023. május 25 és 28 között utaznak, azok figyelmében ajánljuk, hogy január 18-án 14 órakor megbeszélést tartunk Pécsen, a Magtár Központban. Tisztelettel hívjuk a kedves testvéreket január 20-án pénteken 15 órára a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében, a stációk Szekszárdiak a II. Világháborúban könyv bemutatójára. Szeretettel hívjuk megbeszélésre az áldoztatókat a plébániára január 25-én 18 órai szentmise után. Bérmálkozók találkozója lesz január 28-án 9-től 12 óráig a plébánián. Akik idén szeretnének házasságot kötni, minél hamarabb jelentkezzenek Tamás atyánál. Most a szentmisénk végén fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent